Győr-Moson-Sopron megye előforrás térképét a Kereskedelmi és Iparkamarában mutatták be. A kiadvány előkészítése 2 évig tartott. Mihalics Antal a kamara elnöke köszöntőjében elmondta, az erőforrás térkép értékes információkat tartalmaz a gazdasági döntések meghozatalában. A kamaránkban van egy olyan hitvallásunk, hogy olyan információval akarjuk ellátni a vállalkozás vezetőiket, amik hasznosíthatóak és amik aktuálisak. Most, hogyha megfigyelik a kiadványainkat itt az elmúlt néhány hónapban is, akkor ez a Prestige Top 100 kiadványnak lehet mondani a következő testvére, amiben arra gondoltunk, hogy olyan képet adunk a vállalkozások vezetőinek, amit fel tudnak használni a napi gyakorlatban, legyen az egy operatív, vagy akár egy stratégiai döntés. A széleskörű tájékoztatáshoz, az adatgyűjtéshez, az elemzések elvégzéséhez a NAV, a KSH, a megyei kormányhivatal és a városi önkormányzatok nyújtottak segítséget. Mi folyamatosan figyelemmel kíséljük a társadalmi gazdasági folyamatokat, így a megyénkben is, és azt a felkérést kaptuk, hogy az elmúlt 5 évről a legfontosabb változásokat mutassuk be, és ezen belül a demográfiai, népességi folyamatokat, a munkaerőpiaci helyzetet, a tőkebeáramlást, ami rendkívül fontos és meghatározó mi megyénk vonatkozásában, azon kívül a legfontosabb nemzetgazdasági ágak fejlődését mutattuk be a kiadványban jó néhány oldal szöveges, illetve táblázatos, grafikonos formában próbáltuk minél szemléletesebbé tenni. Az erőforrás térkép bemutatja a térségben működő szakképzést, felsőoktatást és munkaerőpiacot. A kiadvány foglalkozik a nagyobb városokkal, ipari parkokkal és turisztikai központokkal. A gazdasági magazinban angol nyelvű összefoglaló is található. Az erőforrás térkép elektronikus formátumban szintén elérhető a kamara honlapján.